Négylábú munkatársak, kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol a NAV. Blue Art Budapest, 7 alkotó mutatkozik be a Flash központban. Harmadik alkalommal szervezték meg a judóbált, a jótékonyságé volt a főszerep. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Kábítószert, cigarettát és készpénzt is kiszagolnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal kereső kutyái. Most ismét négylábú munkatársakat keres a NAV, az előzetes ajánlatokat február 22-ig várják e-mailben. Aki megvan az illatanyag, akkor azt meg kell mutatnia. Na, hol van? Köszönöm. Szagot fog, majd ott is marad a lefordított doboz mellett. Ezzel mutatja Csili, a NAV kereső kutyája, hogy megtalálta az üvegbe rejtett cigarettát. Játszik könnyedséggel, találja meg a gumicsőbe rejtett kábítószert és a darált bankjegyeket is. A Lajtadok Centrum tavalyi családi napján mutatta be a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy milyen feladatokat teljesít egy kereső munkára kiképzett kutya. A NAV most ismét kiképezhető kutyákat vásárol. Ezúttal kereső kutyákra van szüksége a szervezetnek. 10 hónapostól 3 évesig jöhetnek szóba az egészséges kutyusok. Gazdáik február 22-ig e-mailben küldhetnek ajánlatot a vásárra. A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, csippel ellátott kutyákat várnak. A kutyáknak ivartól és fajtától függetlenül többi között 10 és 36 hónapos között kell lenniük. A megfelelő kutya kifogástalan egészségi állapotú, bírja a magasságot, mélységet, erős zajoktól, hanghatásoktól, nem ijed meg. Magas apport készségű, kézben tartható. Ivartól függetlenül elsősorban német, belga, holland juhász, valamint labrador, terrier, vízsla, spániel, de akár keverék kutyákat is keres a NAV. A megfelelő kutyák tulajdonosai ajánlatukat a NAV kutya beszerzés kukat nav.gov.hu e-mail címre küldhetik el február 22-ig. A levélben a kutya hívónevét, fajtáját, ivarát, születési idejét, mikrocsip számát, esetleges képzettségét és a vételárat kell megadni. Szükség van továbbá a tulajdonos adataira, e-mail címére és az úgynevezett felír azonosítójának megadására is. A NAV kutyavásár időpontja előtt e-mailben felveszi a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől ajánlatot kér. A kutyák képességeit és készségeit bizottság bírálja el. A sikeres kereső kutya jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt a NAV kutyavezető képző központjában. Ennek időtartamára a kutyát a kiképző központban kell hagyni. A kutyavásárral kapcsolatos részletek a nav.gov.hu oldalon érhetők el. Az előzetes ajánlatokat február 22-ig a NAV kutyabeszerzés kukat nav.gov.hu e-mail címre várják. Megtartotta februári ülését Moson Magyaróvár képviselőtestülete február 15-én csütörtökön délután a Városháza dísztermében. A képviselők tárgyaltak többi között a hospice ház támogatásáról, az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének tervezetéről, a településképi rendelet módosításáról, közterületek elnevezéséről, alapítványok támogatásáról is. A februári képviselőtestületi ülés részleteiről péntek esti híradónkban számolunk majd be. A Blue Art Budapest kiállítását nyitották meg február 14-én a Flash központban. A tárlaton most 7 alkotó mutatkozik be, köztük ékszerekkel, ajándéktárgyakkal, táskákkal. Virágokkal tarkított tollak, füzetek, különleges ékszerek, vidám és vicces tálak. Számos különleges alkotás kapott helyet a Flash Központ Galéria 94 kiállító termében, ahol most a Blue Art Budapest 7 alkotója mutatkozik be. A kiállítást hivatalosan február 14-én nyitották meg. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, és csupán a lényeget. De nyüzsgő és áradó vagy bennem, mint a lét. Néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A vendégeket Csiszár Péter köszöntötte. A képzőművészet az, ahol egy-egy alkotásban a sejt és a világegyetem, a pillanat és az örökkévalóság, a teremtő szellem által olvasztott egysége anyagnak és formának, vagy ahol gondolatok és érzések szembesülhetnek egymással. Az alkalmazott művészet viszont olyan művészeti ág, amely a fent említett művészeti kifejezést a mindennapi életben használt tárgyak és eszközök tervezésére alkalmazza.
Csiszár Péter hozzátette, az alkalmazott képzőművészet olyan művészeti ág, ami funkcionális vagy dekoratív céllal műalkotásokat hoz létre, és fontos szerepe van a mindennapi életünkben, hiszen a dizájn és az esztétikai élmény formálja a környezetünket. Az egyedi és izgalmas tárgyak pedig mindennapjaink részévé válhatnak, amik nem csak esztétikailag kimagaslóak, hanem praktikus funkcióval is rendelkeznek. A kiállításon most a Blue Art Budapest 16 alkotójából 7-en mutatkoznak be, köztük a mosonmagyaróvári Gerti ékszerek, de Szilay Eszter ezúttal ötvös munkáit hozta el Mosonmagyaróvárra. Nagyon régóta foglalkozom a tűzománccal, 16 éves koromban kezdtem, ami eredetileg csak hobbi volt, aztán elterelt másfelé az élet, de úgy hozta az élet, hogy mégiscsak itt kötöttem ki, és azóta ötvösséget is megtanultam, és a kettőt próbálom kombinálni. Vannak képeim, és vannak ékszereim tűzománcból. A kiállítás megnyitóján közreműködött Weiss Judit és Major Tamás. A Blue Art Budapest kiállítása február 29-ig tekinthető meg a Flash Központ Galéria 94 kiállító termében. Idén már harmadik alkalommal várta báljára a támogatókat a Delta Ese. Az idei Judo Bált február 10-én szervezték meg, ahol a szórakozás mellett a jótékonyság is főszerepbe került. Az este folyamán befolyt összeggel az egyesület működését segítik a bálozók. A Royal Kolibri fellépésével vette kezdetét az idei, immár harmadik alkalommal megszervezett Judo Bál a Küne étteremben február 10-én. A Delta Ese több mint 40 éves múltra tekint vissza Mosonmagyaróváron. Voltak nehezebb időszakok, de az elmúlt években ismét fejlődésnek indult a sportág, amit a verseny eredmények is bizonyítanak. Évről évre fejlődik az egyesületünk, most már 60 fővel dolgozunk, 4 korosztályba tudunk versenyeztetni, és az eredményeink is magukért beszélnek. Ismét 2 magyar bajnokot ünnepelhetünk, illetve most már van egy korosztályos válogatottunk is. A bál hétvégéjén egy kvalifikációs verseny zajlott Győrben, ahol már az idei párizsi olimpiára szerezhettek a judósok olimpiai kvótát. Győrben van a 2024-ben European Open versenyt rendezzük, ahol 50 magyar versenyző vesz részt. Éppen Keller Rebeka ezüstérmes lett, Pongrácz Bence a bronzéremért megy, Szegedi Dániel is a bronzéremért megy, tehát 3 versenyzőnk éremért küzdhet. A sportág fejlődését mutatja, hogy az elmúlt 5 év alatt megduplázódott a judó iránt érdeklődő gyermekek száma a városban. A tavalyi évben átadták a kibővített termet is. Az egykori Kaiser telephelyen, valamint számos versenyt, edzőtábort is szerveztek már. Kis csoporttal is foglalkozunk külön, illetve a versenyjudósokkal is foglalkozunk külön. Muszik Zsolt, illetve Heller József viszi a nagyokat, a Glázer Zoltán, illetve én jó magam a kicsiket, de természetesen mi is jön, hogy besegítünk a nagyok munkájába, hogy a Zsolték is besegítenek a kicsik munkájába, tehát igazából egy csapatmunkát építünk ki, ami még nagyon nagy előrelépés, amit gondolom már Zsolti elmondott, hogy versenyeket is rendezünk, edzőtáborokat is rendezünk, úgyhogy szépen próbáljuk azt mutatni, hogy Mosonmagyaróvárra jó eljönni, Mosonmagyaróváron jó versenyezni is, jó edzőtáborozni is. A Judo Bál a szórakozás mellett idén is jó célt szolgált, hiszen az este folyamán befolyt összeg az egyesület működését segíti. Így többi között a versenyzéseket, utazásokat támogatták a bálozók. A győri Audietto KC ellen lépett pályára szerdán a Madison Mosonmagyaróvár idegenben a női kézilabda NB1 következő fordulójában. A csapat beszámolója szerint jól kezdett az MKC, majd sikerült a Győrnek fordítania az álláson, szünetre 15-9-el mentek a csapatok. A második félidőben is maradt a győri vezetés, a mérkőzés végeredménye 32-22 lett az Eto javára. Röviden a pénteki időjárásról. A reggeli órákban többfelé lesz ködös, párás az idő, napközben azonban a napsütésé lesz a főszerep, amit csak helyenként zavarhatnak meg kisebb felhők. Csapadékra nem kell számítani, megélénkül a szél, napközben 14 fokot mérhetünk majd.
Kedves nézőink, önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendége Farkas Ervin, evangélikus lelkész, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Diagnózis című magazinműsor következik. Híreinket megtalálják és visszanézhetik közösségi oldalainkon és honlapunkon is. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor várjuk önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!